A vizsgálaton kiderült, hogy egy nőstény és egy hím kis tigris született, így a nevük Katya és Vladim lett. Az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében itt élő szibériai tigrispár tagjai igen eredményesek. Ez már a harmadik közös almuk. Nyíregyházi állatparkban megszületett 2 hete a Pamir nevű 5 éves szibériai tigris nőstényünk harmadik alma. És ebben az alomban, ahogy most vizsgáltuk őket, most először választottuk el a kölyköket. Ez az első lehetőség, hogy megvizsgáljuk az ivarukat, az általános állapotukat, a fejlettségüket. Azt már láttuk eddig is, hogy Pamir nagyon jól nevel, ahogy az előző 2 alomnál is. Azonban a kölykökre vonatkozó információkat most tudjuk begyűjteni. Igyekszünk ilyenkor minden szükséges beavatkozást elvégezni, hiszen a tigris kölykök ugyanilyen érzékenyek állatkertekben a környéken előforduló betegségekre, mint a házi cicák. Éppen ezért ugyanazt a vakcinázási sort kezdjük el, hasonló féreghajtókat alkalmazunk. Ez történt most is. A kölykök megkapták az első adag féreghajtót és a csíp azonosítójukat, ami a bőr alá ültetve egész életükben végigkíséri őket. Mindenhol, ahol előfordulnak ezzel a számmal, fogják őket azonosítani. A szibériai tigris a ma élő 6 tigris alfaj közül a legnagyobb termetű. Az ivarérett hímek akár 300 kg-osak is lehetnek, ezzel a legnagyobb nagymacskának számítanak a világon. Eredeti élőhelyükön a számuk alig éri el a 400 egyedet, a fogságban élők tenyészprogramban vesznek részt. Ők valószínűleg másfél éves korukig együtt maradnak a nősténnyel, ez az a kor, amikor már mindenképp leválasztja az anya a kölyköket, és ekkor elérik teljes fejlettségüket, mind szociálisan, mind pedig fizikálisan, és a tenyészprogram időközben megtalálja megfelelő helyet a továbbtenyésztésükre, illetve a tartásukra. Az állatpark gondozói felhívták a figyelmet arra, hogy a tigrisek nem házi kedvencek, hanem vadállatok, ezért nem tudnak lehetőséget biztosítani a kisállatok megsimogatására. A szibériai tigris kifutó egy elkülönített részén viszont megtekinthetők a kölykök is.